Ma messzire kalandozunk, Sumér elődeink földjére, a középkeleti pusztaságokra, amelyek egykor a földgolyóbist civilizációját és kultúráját teremték édenkerti bőségükkel. Ma azon a vidéken kőolaj, víz és vér és háború folyik, és igazán választott népnek tekinthetjük magunkat, hogy a Jóisten nem marasztalt ott minket, hanem kivezetett Ázsia mélyébe, magasába, Tibetbe, és aztán a Szent Turulmadár vigyázó vezetésével elhozta elődeinket Európa közepébe, ránk bízva a világ szívét, a Kárpát-medencét. Mi, sumérok, szkíták, etruszkok, kelták, hunok, vagyis magyarok, megszenvedtük választottságunkat, de fönnmaradtunk, és fönnmaradunk, mert a bolygó emberi civilizációjának letéteményesei, a gondviselés akaratának hordozói vagyunk. Ezért is gyűlölnek bennünket oly sokan, irigyeink, megszállóink, akik valójában megszállottan keresik az elixírt, hogyan válhatnának magyarrá, hogyan osztozhatnának titkainkban, választottságunk előnyeiben. Ezért akarják elrabolni földünket, vízünket, levegőnket. Tudják, mi a baj a mi ellenségeinkkel itthon és a világban? Hogy ostobák. Nem olvasnak, pedig minden titkunk elolvasható. Ha buta és kicsinyes, műveletlen, de kellően kapzsi ellenségeink vennék a fáradtságot, és magyar, hangsúlyozom magyar, nem magyar állampolgárságú igazolványú írók, krónikások műveiben mélyednének el, ellenségeink rádöbbennének, hogy a saját sírjukat ássák a Kárpát-medencében. Eleget figyelmeztettük őket, elégszer ráfizettek már, mégis ide, a Tisza és a Duna partjára csúsznak, mert a végzet a Kárpát-medencét jelölte ki nekik megszégyenülésük és bukásuk helyéül. Mondom, irigyeink, ellenségeink műveletlenek, nem olvasnak, és nem tudják, hogy a Kárpát-medence óriási csatatér, ahol a jók, a magyarok istene szándékából legyőzik a gonoszokat. Ezért gyűjti ide a gondviselés ellenségeinket, hogy mi általunk egy helyütt egyszerre számoljon le velük, az emberi civilizáció parazitáival. Ez a mi keresztünk, de a kereszt a mi kezünkben kard. És nem csak megőrizzük Istenünk által ránk a mi őrizetünkre és gondozásunkra bízott földünket, de az új világrend is innen, a Kárpát-medencéből sugárzik majd tova. Nagy birodalmakat, pökhendi óriásokat mindig kicsinek látszó, gyöngének hit népek győznek le Isten rendeléséből. Kisugárzás. A Kárpát-medencének különleges kisugárzása van. Eddig még minden birodalom, amely akaratunk ellenére megszállta, pórul járt, megbukott. Nincs már tatár és oszmán birodalom, nincs Habsburg és német harmadik birodalom, nincs Szovjetunió, KGST, Varsói szerződés, és egy nap erre a sorsa jut az Európai Unió a NATO-val egyetemben. Mindegyiknek mi voltunk, vagyunk a vége, a végcélja, a legtávolabbi pont, amíg eljutott. A tatárnak, töröknek, szovjetnek a nyugati végvidéke, Habsburgnak, németnek, EU-nak, NATO-nak a keleti pereme. Itt nálunk beleütköztek valamibe, amitől nem tudtak, nem tudnak szabadulni, sőt, ami a végüket okozta, okozza. Érdemes elgondolkodni ezen. Egy volt szovjet orvostól tudom, hogy annak idején a szovjet kiküldötteknek Magyarországon külön pótlékot fizettek, mert feltűnően sok szovjet diplomata, tiszt, ügynök betegedett meg. Ilyen pótlékot más megszállt országban nem fizettek. Különös kisugárzás hatán a mi földünknek, hogy megtizedeli a ránk kezet emelőket. 1849-ben a Habsburgok által ellenünk behívott orosz cári seregek csatákban nem vesztettek annyi embert, mint betegségekben. A visszaemlékezésekből tudjuk, hogy az orosz tábori orvosok a Kárpát-medence rossz levegőjével, mocsári kigőzöléseivel magyarázták a rettenetes emberveszteségeket. Érdekes, hogy ugyanezek a kigőzölések, rossz levegők magyar honvédeinkre, huszárainkra, népfölkelőinkre nem hatottak. De menjünk vissza közel 8 évszázadot. A mongol, vagyis a nálunk tatárként jegyzett hunszerű nép elfoglalja országunkat, fölprédálja egészen az Adriáig, Trauig, a mai dalmáciai Trogirig üldözve királyunkat. Minden az övék.
és egyszer csak a mongol tatárok hirtelen, megmagyarázhatatlanul, maguktól pánikszerűen kimenekülnek a Kárpát-medencéből. Holott minden az övék volt már, holott kiegyeztek az osztrákokkal a mi rovásunkra, holott semmilyen euró-atlanti haderő nem fenyegette őket, ellenkezőleg. Az osztrákok a tatárok segítségével megszállhatták nyugati országrészeinket. És hát a Kárpátokon túl, Oroszországban, Kelet-Lengyelországban még évszázadokra ott maradt az aranyhorda. Miért nem maradhatott volna az általa földig rombolt Magyarországban? Mi történt? Mit tudhattak meg a tatárok? Talán közös ősi sámánhitünk révén értesültek e föld idegen hódítókra csapást mérő végzetes kisugárzásáról? Az óriás birodalom, amely a sárga tengertől az Adriáig, Pekingtől Győrig ért, valósággal fejvesztve kimenekült a Kárpát-medencéből, valami láthatatlan, félelmetes erő elől. Ez az erő a mi földünk kisugárzása, a mi nemzetünk védő burka, amely minden gonosznak útját állja. Nincs oltás, amely ellenszere lehetne. Én ellenségeink helyében menekülnék, amíg nem késő. De hát mondom, ostobák, műveletlenek, nem olvasnak, nem is tudnak, csak pénzt megolvasni.